A különleges kutyus. Caillou és anyukája labdázni ment a parkba. Ez mi? Régebben is hallottad, emlékszel? Tudom már, azt jelzi, hogy mikor mehetünk át az úton. Elnézést kérek. A kutyafuttatót keresem. Én tudom, hol van. Tényleg? Hol? A park a túloldalon van. Látni fogja. Köszönöm. Caillou, amikor a parkba mentek, mindig szeretett a térkép előtt gondolkodni, hogy merre menjenek. Azt szeretném, ha arra mennénk. Rendben. Ne félj, nem fognak megharapni. Neked két kutyád van? Jaj, nem. Csak sétáltatom őket. Ez a munkám. Caillou úgy gondolta, hogy a kutyasétáltatás nagyszerű munka lehet. Most viszem őket a kutyafuttatóra. Az itt van. Én pedig oda megyek. Talán még találkozunk. Nyugodjatok meg! Tudunk valahogy segíteni? Nem hiszem. Ez nagyon vicces volt, ugye? Vigyázzat, jövök! Ugye? A neve Dylan. Pacsit is tud adni. Kipróbálod? Szia, Dylan. Én Caillou vagyok. Dobd el a labdát. Nagyon ügyes. El tudja kapni. Ügyes vagy, Dylan. Tessék. Elég nyálas, mi? Később találkozunk. Szerintem jobb lesz, ha megtörlöd a kezed. Rendben. Kicsit később Caillou anyukája találkozott egy régi barátnőjével, Barbarával. Biztosan te vagy Caillou. Tetszik a kutyája. Maxwellnek hívják. Szia, Maxwell. Játszhatok vele? Simogathatod. Vissza tudja hozni a labdámat? Sajnálom, Caillou, de nem engedhetem labdázni veled. Maxwell egy nagyon különleges kutyus. Dolgoznia kell. Dolgozni? Igen. Segít nekem. Miben segít? Nos, Caillou, én vak vagyok, és Maxwell vezet engem. Vak? A barátnőm Barbara nem lát. Maxwellnek az a dolga, hogy helyettem lásson. Caillou meglepődött, hogy a kutyáknak is van munkájuk, épp mint a felnőtteknek. Szeretnéd látni, hogy segít nekem? Barbara vak, emlékszel? Vagyis nem látja, ha csak bólintasz. Ha látni szeretnéd, hogy segít nekem Maxwell, meg kell nekem mondanod. Rendben. Szeretném. Látni szeretném.
ez Maxwell hámja. Én megfogom, ő pedig elvezet mindenhová. Caillou-nak tetszett, ahogy Maxwell mutatta Barbarának, hogy merre menjen. Most mit csinál Maxwell, Caillou? Leült. Ha leül, az azt jelenti, hogy nem biztonságos tovább menni. Gyertek vissza! Állj meg! Hé! Gyere vissza! Gyertek vissza! Caillou rájött, hogy Maxwell nagyon okos kutya. Egy igazán okos kutya. Caillou tudta, hogy ez a hang a biztonságos átkelést jelentette. Mehetünk! De Maxwell tudta, hogy még nem volt teljesen biztonságos átmenni. Ügyes vagy, Maxwell! Ügyes vagy, Maxwell! Nagyon ügyes! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. És a hőség. Egy nagyon-nagyon forró nyári napon Caillou éppen a strandra készült. Nehezen tudta felvenni a karúszókat, de biztos volt benne, hogy a békatalpakkal könnyebb dolga lesz. Már csak az úszó szemüvegére volt szüksége. És a törölközőjére. Ez vajon mi? Egy kis kacsa? Törölközőben? Nem, én vagyok az! Caillou! Bújj csak ki azokból, mielőtt elesel! Inkább a kezemre húzom őket, és nem a lábamra! Kimehetünk a strandra, anya? Ó, sajnálom, kicsim, de ma nem tudunk kimenni. Miért? Apának is nekem sok dolgunk van. Caillou szomorú lett. Nagyon szeretett volna úszni egyet. Ússzunk, ússzunk, ússzunk! Rozi is ki akar menni a strandra. Majd holnap kimegyünk, rendben? De én ma akarok kimenni a strandra. Gilbertnek is melege van, nincs víz a tájában. Gilbert, üdítő! Anya, Rozi kijönti az üdítőjét. Caillou, ne a törölköződdel takarítsd fel! Csak segíteni akartam. Inkább kimegyek. Ne felejtsd el a sapkát. És Caillou, ne felejtsd el a naptejet sem. De olyan ragadós. Szükség van rá, a nap erősen süt ma. És még meleg is.
Tessék, ez majd segít lehűlni. Köszönöm, anya. Caillou nem tudta megállni, hogy ne nevesse ki Gilbertet. De még mindig szomorú volt, amiért nem mentek a strandra. Meleged van, és ragadsz is. Rendesen meg kell mosakodnod, és le kell hűlnöd. Halló, csoló! Te állítsd be, én beindítom. Kész van! Nem jön belőle semmi, anya! Becsaptál! Gyere, Caillou, ugráljunk! Caillou rájött, hogy a saját kertjükben is milyen jól lehet szórakozni. Gilbert lehet, hogy nem így gondolja. Gyere, Gilbert, ugrálj te is! Caillou és a szervíz. Caillou már alig várta, hogy elmenjenek az étterembe vacsorázni. Sok hátra. Apa, éhes vagyok! Rozi, éhes! Tudom, anya már vár ránk az étteremben, nem sokára ott leszünk. Áú! Apa, Rozi eltörte az autómat! Ha odaértünk, megnézem, nem sokára ott vagyunk. Rozinak is! Le tudnád húzni az ablakot? Ablakot le! Rozi, hadd abba, ne ismételj meg mindent! Caillou mérges volt Rozira, éhes volt és melege is volt. Mindketten hagyjátok abba! Nézzétek, elindultunk! Jaj, ne! Mi lehet ez? Apa, én félek! Ne félj, minden rendben lesz. Megyek, megnézem. Ez remek. Caillou megsajnálta szegény Rozit, és megpróbálta valahogy megnyugtatni. Minden rendben van, Rozi. Apa? Igen, Caillou? Mikor találkozunk már anyával? Először meg kell várnunk az autómentőt. Az már biztos nem sok idő. Az autót. Elvontat minket a szervízbe. Rendben vagyunk, minden kész. Mi hol fogunk utazni? Ott fent? Nem, velem fogtok utazni. Ültetek már autómentőben ezelőtt? Nem. Nagyon mókás, majd meglátjátok. Na, milyen ott hátul?
Meg fogja javítani az autónkat. Nem, én csak elvontatom. De majd találkoztok az apukámmal. Ő javítja meg. Az apukája? Igen. Ahogy a felirat is mutatja. Sullivan és fia. Én vagyok Jack Sullivan, a fiú. Én Caillou vagyok. Az én apukám nem ért az autókhoz. Ó, biztos vagyok benne, hogy az apukád rengeteg más dologhoz ért. Az apukámnak van villáskulcs és kalapács a szerszámos ládájában. Tényleg? És nem tud autót szerelni? Meg tudja javítani az autómat. Természetesen, fiam. Kettőt pislogsz, és már mehettek is. Nem, az én autómat. Rozi eltörte a kerekét. Hagyjuk Sullivan urat dolgozni, és később megnézzük az autódat, jó? Igen. Apa, apa, éhes vagyok. Egy perc, Caillou. Előbb fel kell hívnom a mamát. Kérsz valamit, Caillou? Egy táblacsokit szeretnék. Ó, csak nem a műzli szelet gombját nyomtam meg véletlenül. Ne haragudj, Caillou. Megnyomhatom én a gombot. Csak vigyázz, hogy jót nyomj meg. Miután beszélt Caillou apukájával, Caillou anyukája megnyugodott, hogy mindenki jól van. Ó, jó estét! Szokatlan önt egyedül látni. Merre van Caillou és Rosie? Később ők is csatlakoznak. Közben jött valami. Mit ajánlana ma este? Sullivan úr! Itt vagyok. Kész is van, Caillou. Az autóval minden rendben. Apa autója már kész van, de az én autóm még mindig rossz. Sullivan úr, nem bánná, ha kölcsönvenném a szerszámait? Persze, hogy nem. Szolgálja ki magát. Lássuk. Épp amire szükségem van. Caillou örült, hogy apukája meg tudta szerelni az autóját. Szeretett neki segíteni szerelés közben. Kicsim, tetszett a szervíz? Igen. Mindkettőnk autóját megjavították. Mindkettőtökét? Az én autómat is megszerelték. Az elveszett kiskutya. Rendben, Caillou. Emlékszel még? Tartsd a szemed a labdán. Rendben. Minden oké, nem kell sietni. Hey! Add ide a labdámat! Hey, gyere vissza! Apa, segíts! Elvitte a labdámat! Na, megvagy! Van nyakörve, úgyhogy biztos van gazdája. Elég régóta keresgélünk, de úgy tűnik, senki sem tudja, ki a kutyus. Egyedül van itt. Biztos elveszett. Pajkos kis jószág, ugye? Pajkos? Hívhatnánk Pajkosnak. Megtarthatom, apa, kérlek szépen. Sajnálom, Caillou, de ez a kiskutya valakié, akinek valószínűleg nagyon hiányzik. Ha? De tudod mit? Megkeressük a gazdáját, mit szólsz? Rendben. Caillou szomorú volt. Meg szerette volna tartani a kutyust magának. Ahó, van itthon valaki? Ő meg ki? Én találtam. Pajkosnak hívják. A parkban találtuk. Gondoltam, megkereshetnénk a gazdáját.
Majkos, ne! Hagyd abba! Tudni! Micsoda rendetlenség! Inkább vigyétek ki és mossátok le! Ideje lemosni. Ideje volt megkeresni Pajkos gazdáját, ezért Caillou apukája készített róla egy fényképet. Mosolyog, Pajkos! Nagyszerű! Már csak le kell másolni és venni egy kutyatápot. És ha senki nem telefonál, akkor megtarthatom? Majd meglátjuk. Egy kiskutyáról gondoskodni sok munka. Halló? Igen? Ő az. Remek, viszlát! Pajkos gazdája volt. Látta a fényképét, és nem soká eljön érte. Rocky! Olyan szomorú, mióta Rocky eltűnt. Örülök, hogy megtalálták. Igazából Caillou találta meg. Igaz, Caillou? Neked is van kutyád? Nincs, de van egy macskám. És Gilbertnek hívják. Tényleg? De jó neked. Én is akartam macskát, de az apukám allergiás rá. Ideje mennünk, kicsim. Annyira örülök, hogy megtaláltad. Köszönöm, hogy vigyáztál rá. Bár Caillou nagyon szomorú volt, hogy Pajkos elmegy, mégis igen büszke volt magára, hogy segített. Viszlát! 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 Viszlát!